Milyen volt? Kurva jó, de túl van árazva. Ez négy év. Négy év tökéletes. Szerinted milyen volt? Küzdök, hogy leszálljak. Segítsen valami? Engem, ami nagyon érintett először, hogy nagyon vibrálós egem volt a motor. Ilyen nem érzik, nem a Hondában nem érzik ilyesmi. Fékre nagyon harap. Ezen a sima úton a futómű előnye nem jött ki. Szerintem egyáltalán. Tehát én nem voltam ugye lányog a futóműtől, de... A végén már húztad, ahogy tudtad? Én látom, én hogy lejjebb végig a majdnem látható. Nem tudtál elmenni akkor sem. Jó, azért, tehát, ha mondjuk ezen mentem volna egészen, akkor jó, persze. De látom, hogy a vége felé már jobban mentél. Persze. Én úgy vagyok vele egyébként, hogy... Bicikli, úgy lehet vele menni. Úgy vagyok vele. Úgy vagyok vele, hogy mindig, amin ülök, abból a legjobbat kihozom, vagy az, ami nekem jó, azt kihozni belőle. És egyébként mind a három motor egésztás volt, és mind a háromból ki lehet, most, amivel mentem, ki lehetett hozni, és tehát a maga nemében mind ugyanolyan jó. Ennek az is, sokkal jobban motorja, mint a 2010-esnek, sokkal jobban húz, sokkal erősebb, sokkal jobban. Én nekem egyébként a Hondához képest szerintem ez jobban húz. Igen, jobban húz. Tehát sokkal jobban nyomatékosabb. Igen. Viszont 5000-6000-nél már érzi a nevét, kicsit azért szerintem a motor. Tehát nagyon rögön. Ja, én azt nem is néztem így. Én basztam neki végig. A fék az nagyon jó. A kupongja az nagyon végén enged ki, az nem tudom, hogy a szívás, hogy ez ilyen? Már régen. Nem tudom, én megszoktam hamar, nekem igen, annyira nem tűnt fel. Neked kell szokni. Az index az nagyon messze van, a váltóját én nem érem el. Mondja, akinek nincs is kuplungja. Igen. Hát azért csak elmentem 100 000 motorral. Mi a baj? Fáj a lába. Akkor szállj a másik oldalra. Jó, de most már erre elindultam. Ja, értem. A váltója olyan érdekes, hogy a váltó annyira belül van, hogy erőltetni kell, hogy elért. Aha. Nincs ez kicsit ez behajolva? Meg hogyha ez fel van hajtva, akkor egy ide bejön ide ez a szar, lehet látni, el is van kopva. Uh-huh. Azt csesztek itt a sar, cipőt a kocsa. Ilyen szó, én is keresgéltem egyébként. Nem találod a sebesség, azt is megszokja az embereket. Szervezem a szírszak, kell rá a kis reflexi. De sokkal alul, tehát ez rövidebb áttételezés szerintem, mint a Honda, és alul nyomatékosabb, viszont hamarabb elkezdődik. Ez jobb mint vezetni. Hát pofán, nagyon jó. Nagyon kanyarodik. Aha. Igazából csak a változtság a határ, hogy meddig meri az ember dönteni. Ki mit hiszel? Borzasztóan jó motorszék, nyugodtan lehet kapcsolgatni. Visszafelé, mert kívánja a kanyar előtt, hogy megálljon. Egyébként a fék is nagyon rajta, csak fölösleges, mert úgy is lehet pakolni, hogy harmadikba és dönteni, és húzni, és nem ér le a lábad, nem ér le a csúznádorra. Ezt az én kantottam egyet. Visszaváltottam a fékeket. Látom, hogy meg visszatok a motor. És hogy segíts. Az szuper. Nem nagyon hajta az rajta, hogy már pedig ilyen nincs. Tehát, hogy ekkora termetű motorra. Igen. Finomabb a futó, finomabb a váltó. Tehát valahogy minden finomabb. Nem érezt ezeket? Nekem sokkal japánosabb, mint az a motor volt. És ugye erősebb a blokk, tehát az egész van, jobban együtt van. Hát igen, azt tudni kell, hogy ugye a gért 99%-ban a vásárlók betonon használják. Tehát én azt gondolom, hogy arra van hangolva, mint mondjuk egy RT, meg egy GT. Enni, dönteni, húzni neki, de ha kimész a földútra, akkor sem esel pánikba, hogy beteszem, hogy ilyen gumival azért nem érdemes ott próbálkozni, tehát ez igazából kanyarvadász betongép.